Sziasztok, Pünkel vagyok. Elvégzünk egy egyszerű kísérletet. Ezeket a falazóanyagokat kirakjuk pár hónapra a kültérbe, kitéve hónak, fagynak, szélnek, esőnek. Meglátjuk, mit művel velük az időjárás. A videósorozatban meg fogjuk vizsgálni két hetente, hogy mit tett velük a fagy. Átnézzük a téglát, ezt dokumentálni fogom, valamint megmérjük a tömegüket is, mennyi nedvességet szívnak magukba. Tehát a videósorozat első részében most megnézzük ezeket a téglákat, milyen állapotban vannak, mennyi a súlyuk, és kirakom őket a szabadba. Tartsatok velem! Ezt a 6 falazó elemet fogjuk akkor kirakni a kültérbe 4 hónapra, és meglátjuk, mi történik velük. Ez a 2 30-as nútféderes falazó elem. Ez egy 30-as klímatégla. Ez egy 30-as mészhomok tégla. Ez a 2 pedig pórus beton falazó elem. A sárgább az az itónak a startja, ami lábazati hőíd megszakításra szolgál. Másik pedig egy 37-es tong falazó elem. Most megnézzük a téglákat egyenként, milyen külsérelmi nyomok láthatóak rajtuk, illetve megmérjük a súlyukat. Elég sok repedés látszódik rajta, egy kicsit több, mint hajszárepedések. Megfordítva szintén látszanak repedések rajta, amik elég szépen át vannak repedve lefelé is a cellák. 15,9 kg. Második nútféderes téglán is látszódnak hajszárepedések, illetve a celláknál szintén van egy-két komolyabb repedés. Kicsit szebb állapotban van, mint a másik nútféderes társa, bár itt is látszódnak rajta lepattanások. Kevesebb átrepedés van rajta, mint a másiknál. Ez a klímatéglánk. Rengeteg hajszárepedés látszódik rajta, viszont annyira nincsenek lerepedve a cellák, mint a nótféderesnél. Állapot a patentnak mondható. 13,1 kg. Ez a mészhomok tégla, gyakorlatilag tömör mészhomokból van az egész, ez majd a súlyánál is meg fog mutatkozni, semmiféle külső jelenlemény nyom nem látszódik rajta. Ennek ilyen az alja, úgyhogy értelemszerűen lukakkal lefelé fogom elhelyezni majd kint a kültérben, mert falazni is úgy kell, illetve tárolni is úgy kell. 32,1 kg. Ez pedig a pórus beton lábazati hőíd megszakító eleme, itt start. Ezen már azért látszódnak külsérelmi nyomok, ami az építkezés helyén történő tárolásból fakad. Magyarul letörtek belőle a sarkok. Itt is, itt van egy komolyabb letörés belőle, illetve ezen a végén egy még komolyabb. Ez pedig egy hibátlan pórus beton falazó elem. Gyakorlatilag karszmentesnek mondható. Tehát december 2-án délután kikerültek a falazóanyagok. Facebook csoportomban elindítok egy szavazást arról, hogy melyik fog előbb látható fizikai sérülést szenvedni. Csatlakozzatok hozzánk, szavazatok ti is!
Ha eddig nem tettétek volna, csatlakozzatok hozzánk a Facebook csoportban, lájkoljátok az oldalamat, és iratkozzatok fel a YouTube csatornára. Sziasztok!